Éppen elhúzott kemény 5 km per óra sebességgel a mecseki kisvonat a táborozók örömére. Naponta többször is felülhetnek rá, és majdnem igazi kalauzók is van, aki nagyon fegyelmezetten végzi feladatát. Ez egy nemzetközinek is nevezhető tábor, hiszen van olyan kisgyerek is, aki a Kanári-szigeteken lakik, de a nyár jelentős részét itt, illetve nagyszüleivel is tölti. Ma megyünk a tévétoronyhoz, és... Tegnap voltak ilyen madár dolgok, ilyen, és a első nap mentünk a meserdőbe. Egyszer mentem azzal a picike hajtánnyal, meg jó párszor azzal a nagyjal. Volt vonatozás, pont ma futottam össze az osztálytársammal. Igen, én eddig itt egy dolgot vásároltam, egy pólót az unokatesómnak. A motoros hajtányt még soha nem láttam. Másrészt meg hát, mert azért korlátlan kisvasutazás, meg már jó sok ideje nem láttam a kisvasutat, meg nagyon szeretek vonatozni is, és már legalább akkor tudom, mert készülök egy ilyen terapasztalra, hogy majd ezt is beleépíthetem. Mintegy 10 éve nyaranta táborozhatnak gyerekek a mecseken, ahol a kisvasúttal ismerkedhettek. Eleinte 2-3, most már 4 turnusban indítanak tábort, mondta Adróczi István, a mecseki kisvasút üzemeltetője. A hétközbeni napok úgy néznek ki, hogy minden délelőtt úgynevezett szakmai programunk van. Jelzésekről tanulnak, nagyvasúti dolgokról, váltókról, kis tesztet csinálunk mindig. Számon kérés is van. Utána ebéd, és ebéd után pedig a környéken valahova elsétálunk. Ma délután például a tévétoronyhoz, vagy a tetjéhez, vagy a kisrétre, vagy az állatkertbe. Most itt van a mesepark, közel ebben kezdjünk mindig. A mecseki kisvasút az ország legrövidebb kisvasútja. A pécsi állatkert és a Dömörkapu között közlekedik 577 méter hosszú vonalon. A pálya végéig egy vágányon, a parkerdőben halad 5 km per óra sebességgel. Egy motoros hajtány is feltűnik a vágányon, ennek is van feladata. De régi vágyam volt, és közösen megépítettük ezt a hajtányt. Ez arra szolgál, hogy aki érdeklődik a vasúti dolgok iránt, sokfelé található ilyen hajtány. Föl lehet ülni, ez egy kicsit fürgébb, gyorsabb szerkezet, nyitott, és egy pár ember ül csak rajta, és egy különlegesség. A vasutas szakma egészen kis alapjait is megtanulják a gyerekek a táborozás alatt. Olyanra is van példa, hogy valaki felnőtt korábban a vasutas szakmát választotta az itt eltöltött jó emlékek miatt.